1968 óta folyik pilótaképzés a nyíregyházi felsőoktatásban. Üdvözlöm Önöket, ezzel a témával is foglalkozunk mai adásunkban, előbb azonban lássuk, miről lesz még szó. Gyenge gyümölcstermés rányomta bélyegét az időjárás a hozamokra. Egyszerűbb örökbefogadás, júniusban elfogadhatják az ezt célzó javaslatot. Pilótaképzés Nyíregyházán továbbra is számíthatnak a Vizer programjára. Minden idők egyik leggyengébb gyümölcstermését hozhatja a tavaszi időjárás. Az ültetvényeket ért 15-20 fagyos éjszaka mellett az elmúlt napok viharos, jégesőkkel tarkított időjárása is komoly minőségi és mennyiségi károkat okozott. Ezek következtében szinte minden gyümölcs drágább lehet az idei szezonban. Ezen a tavaszon tapasztalt páratlanul sok tavaszi fagy okán egész Magyarországon, beleértve Magyarország legjelentősebb gyümölcstermesztő térségét, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, nagyon súlyos károkat okozott a fagy. Ez alatt azt kell érteni, hogy szinte egyetlen gyümölcsfajból sem tudunk még egy közepes termést sem születelni, hanem gyümölcsfajtól függően igazából csak a gyenge vagy a nagyon gyenge jelzőkkel illethetjük az idei gyümölcstermést. Almából egy átlagos évben 6-650 ezer tonna terem Magyarországon, míg egy jó évben 8-900 ezer tonna körüli termést születelünk. Ebben az évben jó esetben egy 400 ezer tonna körüli termést várunk, ami egyébként megegyezne a tavalyi szintén nagyon gyenge terméssel. Azonban a pesszimistább becslések szerint az sem kizárható, hogy ezt a tavalyi 400 ezer tonna körüli igen gyenge termés szintet is alul fogjuk múlni egy 10-20%-kal. Tehát jelen pillanatban, intervallumban valahova a 340 és a 400 ezer tonna közé lehet tenni az idei almatermést. Ennél pontosabban jelen pillanatban azért nem lehet még megmondani, mert jelenleg is zajlik, ugyan lassan már lezárul a természetes júniusi, május-júniusi tisztuló gyümölcshullás, és amikor ez véget ér, akkor lehet igazából pontosabban termést becsülni. Ugye más gyümölcsfajták is jellemzőek a megyére, hogyha Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét nézzük, leginkább a medgy és a szilva még, ott mik tapasztalhatók? A medgy és a szilva vonatkozásában sem lehet sokkal több jót elmondani. Természetesen a termésbecslések azok soha nem egy megyére, hanem országos viszonylatra vonatkoznak, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében semmivel nem jobb a helyzet, és talán nem is rosszabb, mint országos viszonylatban. A medgy esetében is egy viszonylag gyenge termést várunk idén Magyarországon. Ehhez tudni kell, hogy egy jó évben 80-90 ezer tonna körül van a magyar medgytermés, a rosszabb évjáratokban, mint például tavaly 2019-ben 50 ezer tonna körül volt. Ebben az évben megint csak az almához hasonlóan optimista esetben a tavalyi 50-55 ezer tonna körüli termésre számíthatunk, de mivel még itt is tart a gyümölcshullás, nem zárható az sem ki, hogy a tavalyi egyébként gyenge termésnél is még egy 10-20%-kal rosszabb lesz az idei megytermés. Jelen pillanatban nem tudjuk felmérni azt, hogy az elmúlt napokban az ültetvényeket ért jégverések milyen mértékű minőségi vagy netán mennyiségi károkat okoztak. A szilva esetében szintén nem túlzottan rózsás a helyzet, itt szintén egy a jó évjáratok felének megfelelő termést várunk. Egy jó évjáratban 65-70 ezer tonna szilvát születelünk Magyarországon. Ez jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nem fogja meghaladni idén a 30 és 40 ezer tonna közötti szintet. A féltermés az matematikailag, statisztikailag nem hangzik rosszul, de minden idők egyik leggyengébb termése még így is. Egyébként az összes gyümölcsfaj vonatkozásában el lehet mondani, hogy ebben az évben az ültetvényeket ért 15-20 fagyos éjszaka következtében minden idők egyik leggyengébb termését fogjuk idén elszenvedni Magyarországon. A természetes tisztuló hullás alapvetően a virágzást követő 4-6 hétben zajlódik le. Ekkor a fa elengedi azokat a gyümölcsöket, amelyek nem kötődtek rendesen, beleértve azt is, hogy amelyek a fagyokban megsérültek. Viszont ennyi hideg hatás után, ami ezen a tavaszon volt,
Minden további nélkül előfordulhat egy szüret előtti gyümölcshullás is, ez is jellemzője a természetnek, a gyümölcsfáknak, de ha a kötődés időszakában sérül és éri a gyümölcsöt, akkor lehet, hogy azt nem a virágzás utáni 4-6 hétben engedi el a fa, hanem a szüret előtt 2-3 héttel, amikor egyébként is hajlamos bizonyos körülmények között egy természetes hullásra. Tehát lehet arra számítani, hogy akár a szüret előtt 2-3 héttel is leömlik nagyon sok gyümölcs a fáról, vagyis azt lehet mondani, hogy idén csak az lesz a biztos termés, amit már betakarítottak. Ugye ezek mind fántermő gyümölcsök, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jellemző a dinnye termesztés is. Erről tud-e nekem valamit mondani, hogy itt milyen károk keletkeztek? A dinnyében ott keletkeztek értelemszerűen jelentős fagykárok, ahol palánták kiültetése megtörtént május elején. Alapvetően ekkor már merünk, vagy szoktunk, vagy akár még korábban is palántázni, és senki nem számított rá, hogy május 13-án kapni fogunk még egy nagyon erős -2-4 fokos lehűlést, sőt, talajmenti fagyok -1-2 fokkal még május 22-23-án is kialakultak. Ahol nem tudták takarni a fiatal növényeket, és nem tudták megvédeni ezektől a -néhány fokos lehűlésektől, ott van jelentős palánta kiesés, palánta kár. Igaz, hogy még ilyenkor lehet újra ültetni, de hát nyilvánvalóan ez már innentől kezdve jelentős pluszköltség a termelőnek. Egyelőre viszont arról nyilatkozni, hogy ez az idei dinnye termést milyen jelentős mértékben befolyásolná, pillanatnyilag még nem lehetséges. Mik a kilátások akkor az árakkal kapcsolatban? Ezt meg lehet-e már becsülni, hogy lesz-e ennek következtében jelentősebb áremelkedés a gyümölcspiacon? Az árak alapvetően nem a hazai termés és a hazai piac szintjén dőlnek el. Minden esetben a kereslet és a kínálat összefüggéseként alakulnak ki, de nem hazai, hanem európai szintéren. Azonban nem csak Magyarországot, hanem minden más jelentősebb európai gyümölcstermesztő országot értek ebben az évben jelentősebb fagykárok. Úgy tűnik, hogy nem olyan drasztikusak a terméskiesések más, nagyobb gyümölcstermesztő országokban, mint Magyarországon, de mindenhol van érdemi terméskiesés. Ennek okán ebben az évben keresleti piaccal lehet számolni, vagyis jelentősebb mértékben, érdemi mértékben csökken a kínálat, és a piacnak egy teljesen természetes törvényszerűsége, hogyha csökken a kínálat, akkor emelkedni fognak az árak. Vagyis ebben az évben gyakorlatilag minden gyümölcsfaj esetében a szerényebb, visszafogottabb kínálat miatt mind a termelői, mind a fogyasztói árak szintjén az átlagosnál magasabb árakra kell számítani. Ez azonban nem jelenti azt, akár a termelői, akár a fogyasztói árak szintjén, hogy olyan magas árakkal fogunk találkozni, amelyeket az elmúlt 5-10 évben soha nem láttunk volna. Ez annyit jelent, hogy az elmúlt 5-10 évben megszokott intervallum, árintervallum tetején vagy felső harmadában fognak mozogni az árak. E fölé nem fognak emelkedni, hiszen van a piacnak egy maximális tűrő képessége, amit a vevő vagy a fogyasztó hajlandó megfizetni egy adott gyümölcsért, és e fölé az árak értelemszerűen nem tudnak húzni, de összességében az elmúlt 5-10 évben megszokott átlagárak vagy árintervallumok vonatkozásában ezek tetején, felső részében várhatjuk idén az árakat. Volt 15-20 fagyos éjszaka, ebből 5-6 önmagában is olyan volt, hogy nagy károkat okozott volna. Az a március 22, március 23, április 1, április 2, április 15, május 13, ezek mind külön-külön nagyon jelentős fagyok voltak, és az okozott különösen nagy kárt, hogy gyakorlatilag minden magyarországi termőhely, minden egyes gyümölcsfaja esetében, minden egyes érzékeny fenológiai fázisban jött egy nagyon erős lehűlés. Tehát minden gyümölcsfaj, minden magyarországi termőhelyen a virágzás előtt, a virágzás elején vagy közepén, majd a virágzás után kis gyümölcs állapotban is kapott egy-egy nagy fagyot, és ezt a minimum 2-3-4 jelentős lehűlést már nem tudtuk túlélni jelentős terméskiesés nélkül. Sőt, az, hogy egyáltalán még ilyen termés is van, az alapvetően annak köszönhető, hogy egy nagyon erős virágzással indultunk. Ugyanis tavaly is egy viszonylag gyenge gyümölcstermésünk volt, köszönhetően a tavalyi fagyoknak és a tavaly előtti nagyon nagy termés okozta termés terhelésnek.
Ezért a tavalyi gyenge termés miatt úgy vágtunk neki az idei tavasznak, hogy lesz egy erős virágzás, és ha nincs különösen jelentős termés befolyásoló időjárási esemény, akkor ebben az évben akár egy nagyon nagy termés, vagy egy közel rekordtermést is születelhettünk volna. De volt ilyen esemény, jött rengeteg fagy, páratlanul sok fagy, olyan sok fagy, amelyet nem éltünk meg sok évtizede, hogy ennyi fagyos éjszaka lett volna egy tavaszon, és ezek a virágokat nagyon-nagyon alaposan megritkították sajnos, de nem lett volna ekkora termés, ha egyébként nem egy jó virágzásról, nem nagy virágsűrűségről indulunk, ennél is rosszabb lett volna a helyzet. Így azt mondjuk, hogy minden idők egyik leggyengébb gyümölcstermés lesz idén Magyarországon. Egyébként meg azt mondtuk volna, hogy minden idők leggyengébb termése lesz. Itt talán az egyik leggyengébbel sajnos tudjuk abszolválni ezt az évet. Várhatóan még ebben a hónapban elfogadja a parlament az örökbefogadást egyszerűsítő törvényjavaslatot. A változtatásoknak köszönhetően az örökbefogadóknak mások mellett nem lesz kötelező elvégezniük a 40 órás tanfolyamot. Egyszerűbbé válik a folyamatot megelőző alkalmassági vizsgájuk, valamint évi 10 nap munkavégzés aluli felmentést biztosítanak számukra. Dugig játékokkal a gyerekszoba. Jelenleg 3 gyermek, 2 kisfiú és 1 kislány nevelkedik ebben a Gyáva Vencsellői házban. A házaspár 3 saját gyermeke már kirepült a családi fészekből, de már akkor voltak nevelt gyermekeik, amikor ők még velük éltek. 20 éve vállalták ezt a hivatást, azóta 23 nevelt gyermeknek biztosítottak ideiglenes otthont. Közülük 20-at már örökbe is adtak, és többükkel a mai napig tartják a kapcsolatot. Nekünk ez annyira tetszett, annyira szerettük a gyerekeket, hogy folyamatosan vállaltunk újabbnál és újabb gyerekeket, és így éreztük jól magunkat. Így lett az életünk kerek. Jellemzően mennyi éves kortól mennyi éves korukig vannak itt önöknél a gyermekek? Gondolom ez egyénenként változik, de mi az az átlagos időtartam, amíg itt vannak? Én a 20 év alatt mindig csak újszülött gyermeket vállaltam, ez még nekem belefér most az életkoromba, ugyanis jelen esetben 50 éves kor az, amikor lehet még újszülött babát vállalni. Teljesen változó, hogy meddig van a családban egy gyermek, de általában egy olyan másfél-két éves korban már elkerülnek, de van, aki hosszabb ideig is utána kerül el. Ha nincs vérszerinti kapcsolattartás, nem jönnek a vérszerinti szülők, akkor ugye örökbeadhatóak lesznek, és előbb-utóbb elkerülnek örökbefogadó szülőkhöz. Együtt élünk, együtt növekedünk, hosszabb, rövidebb ideig, ez így jó. Az elválás, amikor örökbefogadó szülőkhöz kerülnek, és nem mindegy az, hogy kisebb a gyerek, vagy eltelik az idő, nem mindegy az, hogy 2 éves korban kerül el tőlem, azért az könnyebb, kisebb a gyerek, könnyebben beilleszkedik, könnyebben átáll, de azért egy 5 éves, 6 éves gyermeknek már, amikor a személyisége ugye ki van alakulva, ki van fejlődve, a kötődés egyre nagyobb, azért olyankor már szerintem nekik is nehezebb, de rugalmasak egyébként a gyerekek, tehát a felnőtt embernek nehezebb, mint a gyermeknek. Mi volt a tapasztalat? Egymás mennyire fogadták el a gyermekek, illetve a saját gyermekek, a nevelt gyermekeket? Szerintem jó a tapasztalatom. Minden gyereket elfogadtak. Az én gyerekeim, a saját gyerekeim elég rugalmasak. Ugye kicsik voltak, amikor ők ebben nőttek fel. Nekünk ez az életforma, ez természetes, mi így éljük a mindennapjainkat. Tehát az, hogy itt zsongás van, hogy mindig munka van, mindig pörgés van, itt nincs pihenés, mi megszoktuk, és számunkra ez természetes. Elfogadják egymást. A saját gyerekem is elfogadja a nevelt gyereket, nagyon szeretik őket, meg a nevelt gyerek is elfogadja a testvéreit, egymást. Összeszoknak, kicsikoroktól itt vannak, együtt végzünk minden teendőt, összeszoknak, szeretik egymást. Nem volt negatív tapasztalatom. Szerintem családban élni a legjobb, ez a legszuperebb szerintem egy gyermeknek, hogyha már ugye nem úgy sikerült az élet, hogy a vérszerinti szülővel, de ez szerintem a legjobb. Mi pedig nagyon szeretjük őket. Én számomra ez, hogy nevel gyermekeket családban, együtt nevelhetjük, ettől szerintem jobb nem is lehet. Így egészséges.
A családhoz a napokban a szociális ügyekért felelős államtitkár látogatott el, aki ajándékot is hozott magával. A házaspárnak is beszélt arról a parlament előtt lévő törvényjavaslatról, ami várhatóan júniusi elfogadását követően jelentősen megkönnyíti és gyorsítja majd az örökbefogadás folyamatát. Az egésznek a kiinduló pontja, a kristálytiszta, megkérdőjelezhetetlen kiinduló pontja az az, hogy annak a gyermeknek, aki nem tud vérszerinti családban felnőni és örökbe fogadni szándékozóknál fogja az életét tölteni, na az ő érdeke legyen mindig az első, és az ő érdekéből induljunk ki. Egyrészt vannak benne eljárási szabályok egyszerűsítése és rövidítése. Az örökbefogadás ugyanis alapvetően egy adminisztratív hatósági eljárás. Ezt a folyamatot rövidebbé tesszük, folyamatok párhuzamosításával, határidők rövidítésével. Több jogosultságot kapnak azok, akik örökbefogadni szándékoznak gyermekeket. Például munkavégzés alól 10 nap mentességet kapnak akkor, amikor a gyermekkel megismerkednek. És vannak benne egyéb szabályok, például itt a képzés kapcsán, a örökbefogadói tanfolyam kapcsán, ami szóba került. Eddig az örökbefogadói tanfolyam az mindenki számára kötelező volt, és mindenkinek fizetni kellett érte. Ez azt jelenti, hogy egy pár átlagosan 140 ezer forintot fizetett ezért. Mostantól ez ingyenes lesz, tehát nem kell érte fizetni, és szabadon eldöntheti az, aki örökbefogadni szeretne egy gyermeket, hogy elvégzi a tanfolyamot vagy nem. Egész egyszerűen azért, mert nincs okunk feltételezni, hogy aki egy gyermek örökbefogadásáról felelősen tud dönteni, az ne tudná eldönteni, hogy egy két hétvégén tartó tanfolyamra szüksége van-e vagy nem, hiszen van rengeteg olyan helyzet, amikor nincs rá feltétlenül szükség. Például amikor egy nevelőszülő az általa évek óta nevelt gyermeket szeretné ővel örökbefogadni, vagy amikor egy olyan családban fogadnak örökbe gyereket, ahol van már örökbefogadó gyermek. Az örökbefogadás az ugye, két szereplő van, tehát van egyrészt a gyermek. A gyermekeknek a kétharmada az a gyermekvédelem rendszeréből kerül ki. Évente körülbelül 1000 örökbefogadás van Magyarországon. A kétharmada a gyermekeknek az a gyermekvédelemből kijött gyermekek, akik rengeteg traumán átmentek. A másik oldalon pedig van egy olyan szerencsés egybeesés, hogy vannak szülők, akik szeretnének örökbefogadni gyermeket, és ezért tudnak örökre hajlékot adni ezeknek a gyermekeknek. Itt a szempont pontosan ezért az volt, hogy áttekintettük az adminisztráció egyszerűsítését, az alapvetően hatósági eljárás egyszerűsítése. Megnéztük azt, hogy mit tudunk még plusz jogosultságot adni, alapvetően a munkavégzés alól mentességet, és van benne például olyan szigorítás, ami azt jelenti, hogy a vérszerinti szülőnek a kapcsolattartási kötelezettsége az a mostani javaslat szerint erősebb, mint ami eddig volt. Ha valaki 3 hónapig nem tartja a kapcsolatát a gyermekkel, akkor a gyermek örökbe fogadhatóvá lesz nyilvánítva. Eddig ez nem 3 hónap volt, hanem 6 hónap. A politikus hozzátette, a cél, hogy hosszabb távon egyre családcentrikusabbá váljon a gyermekvédelem rendszere, melynek fontos szereplője a nevelő és az örökbefogadó szülők. Míg a nevelő szülő átmeneti feladatot vállal egy gyermek életében, az örökbefogadó nevéhez híven örökre befogadja. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3000 kiskorú van a gyermekvédelmi gondoskodásban, gyermekvédelmi rendszerében. Ennek több mint 70-75% a nevelőszülők van, szerencsére. És a 12 éven aluliak természetesen nem kerülnek lakásotthoni rendszerbe. Több mint 10%-a örökbefogadható státuszú, és a tavalyi évben, 2019-ben 113 sikeres örökbefogadásunk volt. Elmondható, hogy 2014-től a gyermekvédelmi gyámság bevezetésével folyamatosan növekedő tendencia van, tehát a 60 fő örökbeadásból 70-80, tehát legalább elmondható, hogy éves szinten 10 fővel emelkedik az örökbefogadások szám. Mindig a gyermek érdekét kell nézni. Tehát, hogyha a gyermek érdekében álló az, hogy egyszerűsebb és gyorsabb legyen ez a folyamat, akkor ezt a szakma, ezt úgy gondolom, a szakszolgálatok ezt támogatják. Viszont azt el kell mondani, hogy a örökbefogadó szülők esetleges túlzó elvárásait mindenképpen egyeztetni kell a gyermekvédelmi gondoskodáson lévő gyerekeknek a helyzetével. Minél több, minél nagyobb a szülői elvárás, annál hosszabb ez a folyamat, annál hosszabb az idő. Nem feltétlenül a törvény háttér, illetve a bürokrácia oka. Valószínűleg van az örökbefogadó szülőknél egy idealisztikus elképzelés, ami később aztán, amikor a valósággal találkoznak, ez változik. Nyilván minden szülőnek van egy elvárása, hogy minél fiatalabb, minél egészségesebb, minél tökéletesebb gyereket szeretne. Azt tudni, hogy a gyermekvédelmi rendszerében a gyerekek nem tökéletesek, és így
nyilván az örökbefogadó szülők sem azok. Hát nagyon fontos lenne az, hogy a megfelelő illesztéseknél, a megfelelő egyeztetésnél lássa azt a szülő, hogy milyen a gyermekvédelmi rendszerében lévő gyermek, és ő milyen, és milyennek az elvárása, és hogyan lehet egyeztetni. Hozzátette, a teljes elfogadás lenne mindennek az alapja, ami szavai szerint a gyermekek részéről megvan. A szülők ugyanakkor gyakran szeretnének minél tökéletesebb gyermeket örökbe fogadni. Továbbra is számíthatnak a légitársaságra a Wizz Air nyíregyházi pilóta képző programjának hallgatói. A cég képviselői múlt hét kedden a Nyíregyházi Egyetemen találkoztak a kadétokkal, valamint az intézményben és a repülőtéren tájékozódtak az oktatás körülményeiről. Jelenleg több mint 140 pilóta növendék részese a képzésnek. Tisztes távolságra egymástól arckmaszkban hallgatták a Nyíregyházi Egyetem és a Trainer Kft. Pilóta növendékei a Wizz Air képviselőinek tájékoztatását. A légitársaság munkatársai a Megyeszékhely Felsőoktatási Intézményében személyesen biztosították a hallgatókat arról, hogy a jövőben is számítanak szolgálataikra. A Trainer Kft. Tavaly óta egy új oktatóközponttal és egy új szimulátorral is gazdagodott. A képzés hatékonyságát ez hosszú távon is magas szinten biztosíthatja. Azt lehet tőle, hogy megtisztelt bennünket a Wizz Airnek a repüléssel foglalkozó két legmagasabb beosztásban lévő kollégája. Ez azt jelentette számunkra, hogy megbízható partnernek tekinti a Nyíregyházi Egyetemen végzett hallgatók, vagy egyetemet és a trénert is, és a hallgatóknak megnyugtatásképpen közölte azt, hogy később, de szükség lesz a itt végzett kadétokra, hallgatókra, akik a Wizz Airhez szándékoznak menni, meg ezt is elmondták, hogy mekkora fejlődés lehetséges, mert a koronavírus lefutása után, vagy megszűnése után, akkor ezt előre látják, hisz valaki elkezd tanulni, nagyon sokára lesz majd belőle képzett pilóta. Azt jelenti, hogy most aki itt benn van a képzés alatt, az bizony abba, hogy nagyon jó állása lesz, és tovább fog fejlődni a Wizz Air. Magát a képzést, illetve a vizsgáztatást mennyiben érte hátrány ebben az időszakban? A képzésnél megfelelő óvintézkedésekkel és azok a külföldiek, akik itt voltak és nem utaztak haza, itt maradhattak, azoknak folyamatos volt a képzés, akik pedig magyar hallgatók voltak, és hétvégén vállalták azt, hogy nem utaznak haza, azaz nem ingáznak, hanem ilyen önkéntes lakhely és repülőtér karanténba helyezik magukat, azoknak tudtuk folytatni a képzést. Ez oktatókra is vonatkozott, hallgatókra is. Azt jelenti, hogy egy olyan 50%-os kapacitással végeztük a gyakorlati képzést. A emeleti képzés, akik azon vettek részt, az online működtek, tantermi foglalkozások nem voltak, de a gyakorlati képzés az folyamatos volt a vírus ideje alatt. Nem volt semmiféle probléma köztünk, senki, hál' Istennek, nem volt beteg, és most újabb gázt kell adnunk, és folytatni kell a képzést, és jönnek majd a kadétok. Most kb. 145 képzés alatt lévő hallgatónk van, egyetemista és a Wizz Air kadét programban. Soha ennyi nem volt, és ugyanakkor a Wizz Air kadétoknak nagyon rövid a képzés, egy 21 hónap, egyetemi képzés ez 7 fél éves, ugyanakkor egy proszgraduális képzés 3,5 éves, és ez idő alatt be kell fejezni nekik a képzést. Ugye tavaly évben adtak át egy épületet, illetve egy új szimulátort, ez mennyiben könnyítette meg, vagy mennyiben segítette a munkát az elmúlt évben? Elmúlt évben is segítette, meg a mostani évben is segíti tovább is, és nagyon abba bízok én is, hogy ez a beruházás meg fog térülni. Most nem jókor jött ez a vírus, de úgy érzem azt, hogy megfelelő tapasztalattal, gyakorlattal meg elfogadott jó iskola vagyunk, és ezáltal nem akarnék rossz szavakat használni, de azt mondom, hogy a gazdag ember meg gazdagabb lesz valamikor, ha odafigyel és megfelelően sáfárkodik a dolgaival. Most úgy érzem, hogy ha mi is jó sáfárkodunk a tudásunkkal, a különböző dolgainkkal, akkor abban az esetben növekedés várható számunkra a koronavírus ellenére is. A Wizz Air egyébként 2017-ben írt alá együttműködési megállapodást a Trainer Kft-vel és a Nyíregyházi Egyetemmel.
Ez a kooperáció pedig azóta is segíti a vizsgázók azonnali elhelyezkedését a multinacionális cégnél. A mostani találkozás legfőbb apropóját az adta, hogy a légitársaságok helyzete a koronavírus járvány miatt bizonytalanná vált. Ennek pedig némiképp az utánpótlás képzés is kárát látta. Bár a nyár végére már várható némi javulás. A jelenlegi helyzetben az ügyben kellett megnyugtatni a kadétokat, hogy a kapcsolat nem szakad meg. Ugyanakkor várhatóan kevesebb állás lehetőséget tudnak biztosítani a közeljövőben. Egyelőre annyiban állapodtunk meg, hogy folyamatosan figyeljük a piaci helyzetet, de továbbra is számítunk a VAPA-ban végzett kadétokra. Annyi lehetséges, hogy esetleg egy pár hónapos csúszás lesz itt a program befejezése, illetve a Wizzairnél való további tréning megkezdése között. Ebben az időben arra bátorítjuk a kadétokat, hogy esetleg keressenek valamilyen álláslehetőséget, hogy fenntartsák a kadét program kezdetéig az életvitelüket, de utána továbbra is számítunk velük, és a jövőbeni tervekben is abszolút benne van, hogy folytatjuk velük a képzést. Hogyan fogadták mindezt a hallgatók? Azt hiszem, hogy ezért nagyjából mindenki számított erre, hiszen tényleg mindenhonnan most ez folyik, hogy mi a helyzet a világban. Úgyhogy nem volt számukra meglepő. Én azt gondolom, hogy örültek neki, hogy ennyien eljöttünk, és megbizonyosodhattak róla, hogy mindenképpen őket továbbra is a Wizzair alkalmazottjainak tekintjük, és szeretnénk velük a jövőben is számolni. Egyébként mit jelent ez a nyíregyházi képzés a Wizzairnek? Ez abszolút egy lehetőséget jelent azoknak a kadétoknak, vagy azoknak a diákoknak, akik egyébként különböző financiális okok miatt nem engedhetnék meg magukat, hogy egy ilyen nagy volumenű tervbe belekezdjenek, úgyhogy ez abszolút azokat az embereket próbáljuk megcélozni, akik nem engedhették meg eddig, hogy belevágjanak, és most végre itt van a lehetőség, hogy a mi támogatásunk, illetve a tréner támogatásával végre elérjék az álmukat, hogy pilóták lehessenek. A delegációt a Nyíregyházi Egyetem részéről Kovács Zoltán általános rektor helyettes fogadta, aki arról beszélt, ez a hármas együttműködés Európa szerte ismertté tette a nyíregyházi pilóta képzést. Kovács Zoltán kiemelte, minden évben növekszik az érdeklődés az oktatás iránt, ami nem csupán repülőgép vezetési engedélyt, hanem mérnöki szaktudást is biztosít. 1968 óta folyik Nyíregyházán, az akkori mezőgazdasági főiskolán repülőgépes képzés, és valóban a Tréner Kft-vel lassan 30 éve működik együtt a főiskola, és most már az egyetem. És a Wizzairrel kapcsolatos együttműködésünk is valóban több évre tekint vissza. A mai alkalommal arra vállalkoztunk, hogy a három érdekelt fél együtt itt megjelenik, és a hallgatókat is tájékoztatjuk a lehetőségekről, arról, hogy mit nyújt ez a két képzőszer, tehát a Nyíregyházi Egyetem és a Tréner Kft. A számukra, és a Wizzair, mint lehetséges munkáltató, hogyan tud ebbe bekapcsolódni. Nyíregyházi Egyetem falain belül hogyan zajlik az elméleti képzés? Itt ugye, ahogy említettem, az elméleti képzés zajlik elsődlegesen, viszont repülőgép szimulátorunk is van, tehát szimulátoros kiképzés is folyik. Az elméleti képzések elsősorban a laboratóriumokban, illetve a előadott termekben zajlanak, természetesen az szerint a program szerint, amit az Európai Unió légügyi biztonsági szolgálat ezt jóvá hagyott, tehát akreditált program szerint hajtjuk végre a képzést, ami annyival több, mint egy egyszerű kadétképzés, hogy mi mérnöki végzettséget is adunk az itt végző hallgatók számára, repülőmérnöki végzettséget egész pontosan. Adódik a kérdés, hogy mennyire népszerű ez a fiatalok körében ez a terület? Mondhatom, hogy igen népszerű, hiszen évek óta többszörös jelentkezéseink vannak, tehát az első helyes jelentkezéseink száma jóval meghaladja a lehetséges felvehető létszámunkat. Annak ellenére, hogy azért nem egy olcsó képzésről beszélünk, hiszen ez a képzési forma csak is kizárólag önköltséges formában van ma jelenleg a magyar felsőoktatási piacon, ami azért nyilván egy komoly kihívást jelent a belépő hallgatók számára is. De azt gondolom, a diákhitel ebben sok segítséget nyújt. Ez volt a mai 35 perc, amellyel legközelebb szerdán jelentkezünk, méghozzá egy trianoni különkiadás formájában, amelyben a 100 éves békediktátum Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintő hatásairól lesz szó. Már a kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!